Figyelem! A vatka a legnagyobb nézettségét a gyerekek teszik ki, ezért a jövőben a nyomdafestéket nem tűrő hozzászólásokat töröljük, illetve azon hozzászólókat, akik másokat szándékosan sértegetnek, letiltjuk a csatornánkról. Kérünk mindenkit, hogy véleményét kultúráltan nyilvánítsa ki. Köszönjük! Horgászati tanácsok kezdőknek. Veszélyes tárgyak. Filmükhöz a helyszínt biztosította a Gyulai Munkácsító, ahol a halak nem csak a képeken nagyok. Bizonyára már mindenkivel előfordult, hogy a horgász dobozát véletlenül kiborította, ami minden azonáltal, hogy idegesítő dolog, hisz rakhatjuk újra össze a szépen rendezett dolgainkat vissza a dobozba, de mindezek mellett veszéllyel is jár. Mivel a horgászdobozok általában mindenféle horgászati eszközökkel vannak tele, a kicsiktől a nagyokig, ezért mikor kiborul az, ingerültségünkben sokkal hanyagabbak vagyunk, mert csak azzal foglalkozunk, hogy visszapakoljuk őket a dobozba. Minél hamarabb. Egy fűben lévő horog igen veszélyes tud lenni, pláne ilyenkor nyáron, a mezítláb fűben szaladgálók számára, akik lehetnek gyerekek, családtagok vagy barátok. Ezért fontos, hogy ilyenkor mindig legyünk kellőképpen körültekintőek és alaposak, és még véletlenül se hagyjunk a fűbe veszélyes dolgokat. Röviden összefoglalva, fokozottan ügyeljünk a veszélyes tárgyainkra, és ne legyünk hanyagok az összeszedésénél.